Ébredj fel! Hallod, ahogy hív? Találkozzunk a legnagyobb szertek között. Köszöntök mindenkit, sziasztok! Ez a Frisbee Hajdú Péterrel című műsor a Frisbee TV YouTube csatornán. Most nyáron minden pénteken új frisbee adásokkal jelentkezünk, beköltözve Hajdú Péterhez, legközelebb szeptember elejétől folytatódik. Ha még nem tettétek meg, iratkozzatok fel a csatornára. Lébőt, kalóriaszámlálás vagy keto diéta, melyik a legjobb? Többek között erről is fogok beszélgetni Magyarország egyik legismertebb elhízás szakértőjével, és azt is elmondja majd, hogy a manapság divatos injekciókúrák mennyire károsak, illetve károsak-e az egészségre, sőt, arról is beszélgetünk, hogy naponta hány órát kell sportolni ahhoz, hogy le tudjunk fogyni. Szóval, ha Beachbody-t akartok, akkor mindenképpen tartsatok velünk. Jön Dr. Tóth Tamás, vagyis Dr. Tóth. Elfogadta meghívásunkat Dr. Tóth Tamás. És Tamás, én nagyon örülök neked, mert hogy én permanens fogyókúrázó vagyok, vagy diétázó vagyok, mert ugye ez talán a helyesebb kifejezés. És most a következő egy órában szeretném megfejteni a diétázás nagy titkát, illetve azt, hogy milyen faktorok befolyásolják azt, hogy sikeresek legyünk. Azt előre bocsátom, hogy én azokat az embereket utálom a legjobban, akik bármennyit tehetnek, nem sportolnak, és soha nem híznak. Tehát mi az oka az elhízásnak? Hát erre ugye könnyű lenne azt válaszolni, hogy ők ügyesek, vagy szerencsések. Van benne ilyen faktor, tehát abszolút genetikai háttér van a nem hízók mögött, de senki ne érezze magát egy ilyen ellenséges környezetnek vagy, hogy kiszúrt vele a sors, meg nem tudom én, összeálltak a csillagok ellene, mert körülbelül a populációnak a 85% az hízékony. Tehát, hogy hordozzuk azt a gént, egész pontosan a gén csoporton, nagyon sok gén van, ami hízékonyá teszi az embert, és a hízékonyság az nem jelent automatikusan hízást, tehát az nem azt jelenti, hogy valaki kódoltan kövér lesz, vagy túlsúlyos, hanem a hajlamot hozza. És sajnos a 20. század, meg a 21. század az erre nagyon rájátszott. Az emberiség történetben, sőt, az élővilág történetében az első olyan periódus, amikor gyakorlatilag korlátlanul van élelmiszer. Káros-e az elhízás? Hát, evidens, káros. Tehát, azt kell, hogy mondjam, hogy az ilyen nagyon népszerű, és ezt most idézőjelben mondom, nagyon népszerű halálokok, betegségek, civilizációs betegségek, majdnem mind összefüggésbe hozhatók az elhízással, illetve pontosítsuk egy picit a helytelen táplálkozással. Milyen problémákat okozhat az elhízás? Hát ami közismert, és nagyon sokan tudják, ugye nyilván a kardiovaszkuláris betegségek, infarktus, magas vérnyomás, stroke, van egy rakat daganat, ami összefüggésbe hozható az elhízással, és ne hagyjuk ki, hogy a psziché, tehát egy csomó ember azért szenved, és ugye az elhízás az a betegség, ezt már WHO-s betegségnek titulálta, aminél nagyon látványos, hogy az ember beteg, és nagyon-nagyon motiváció arra, hogy ne legyen beteg, tehát tegyen ellene valamit, hát ezért értük meg szerintem a 400. fogyókúrás módszerét 2024-ben, mert hogy minden negyed évben jön ki szerintem 50 éve. Azt szokták mondani, hogy a testeddel azt csinálsz, amit akarsz, de ez mégsem így van, és én ezt magamról tudom leginkább. Most éppen diétában vagyok, és hál' Istennek sikeres. Látszik, Péter. De az én esetemben csak egy dolog működik, saláta hal, saláta hús, és elkezdek mozogni. Semmi más. Ebből a mondatból egy szó hiányzik. Ez a, nekem az én esetemben csak egy dolog működik. És az a szó hiányzik ebből a mondatból, hogy átmenetileg. Mert ez átmenetileg működik. Én nem akarok semmit így előrevetíteni, de nem valószínű, hogy a hátralévő 50 évet a salátával, meg hússal, meg ásványvízzel fogod tölteni. De tök igazad van. Tehát én azért mondtam, hogy én permanens diétázó vagyok, mert hogy az egész életem e tekintetben egy libikóka. Tehát valóban így van, amikor sikerül, már pedig így sikerül, leadtam mondjuk 10 kilót, 15 kilót, és utána azt mondom, na jó, akkor ma bűnözni fogok. Na jó, de hogyha ma bűnöztem, és ugye egy nap után nincs nyoma, akkor, na jó, akkor még ma, de utána nem, és elindul a lavina. Igen.
Szóval mi a megoldás? Hát, az életmódváltás? Persze, tehát definiáljunk valamit. A fogyókúra, ami ezen a néven elterjedt, az az obezitológusok között, meg a fogyókúrával foglalkozó emberek között úgy néz ki, hogy a mondás úgy szól, hogy a fogyókúra hizlal, az életmódváltás fogyaszt. Tehát azok a fogyókúrák, amik tényleg kúraszerűek, amik átmenetiek, amik néhány hét, néhány hónap, és akkor lehet kitenni valami social médiára, meg a szomszédasszonynak hősködni, meg nem tudom én, örülni neki, azok jellemzően átmenetiek, az átmenet az a néhány hónap, meg egy-két év között szokott lenni. Orvosilag igazából az a korrekt, amikor valaki egy év múlva, ahhoz képest, hogy elkezdett egy fogyókúrát, egy év múlva kisebb súlyú, mint amikor azt elkezdte. Na, ez elég ritkán jött. Mindegy, hogy mennyivel? Mindegy, hogy mennyivel. Tehát valaki elindult 100 kiló és 99 kiló egy év múlva, akkor egy kilót fogyott. Ha nem tudom, hogy 83, akkor 17 kilót fogyott. Szóval viszonylag egyszerű ezt tesztelni, mert az, hogy valaki rövid távon fogy, azzal nagyon sokra nem megyünk. Tehát én most, Péter, másfél óra alatt leszedek rólad 2 kilót. A mérlegen. De ledugom az ujjamat a torkodon, adok vízhajtót, adok hashajtót, és meg vagyunk, és akkor kitesszük, hogy jövök a csoda orvos, mert másfél óra alatt 2 kiló lejött. De nyilván nem ez a cél. A súlycsökkenés az nagyon összemosódott a fogyással. A súlycsökkenés az nem fogyás, az egy ilyen definíciós tévedés. Ugye a társadalom rááll a mérlegre, a nagy része rááll a mérlegre, és az kettővel kevesebbet tudok, akkor fogytam. Ez szinte az esetek 90-80%-ában így ennyire egyszerűen nem igaz. A fogyás az az, ami a zsírból megy. Ha valaki zsírból fogy, azaz a zsírtömege csökken, az rendben van. Az a békében vagyunk. Ez a cél. Jó, de egy hét alatt is lehet zsírtömeget csökkenteni. Abszolút. Lehet, mondok számokat reálisan, és ez pofon egyszerű matek. Egy emberi szervezet körülbelül nemtől függően olyan, a nők az inkább 0,5 kiló plusz-minusz 10 deka, a férfiak meg olyan 80 deka plusz-minusz 10 deka zsírtól tudnak hetente megszabadulni. Ha most belegondolsz, hogy egy nap alatt többet inog a tested ide-oda, mert reggelizel, pisi, kaki, nem tudom én, leizzadunk, és így tovább, meg reggel kisebb, mint este, akkor nem nehéz belátni, hogy ez azért nem nagyon jól detektálható a mérlegen, főleg nem napi rutinban. Szóval nem azzal, hogy kedden ennyi voltam, szerdán annyi, és akkor vagy nagyon örülök, vagy nagyon bánkódok, vagy ez biztos nem jó. Mark Twain azt mondta egyszer, hogy nem nehéz leszokni a dohányzáson, nekem már 14-szer sikerült. Tehát ez annyira igaz a fogyókúrára, hogy ihaj. Most ha kimennénk az utcára, fognánk 10 ember, és megkérdezik, hogy hányszor fogytak le életük során, akkor nem tudom, 50-szer. Már a 10 ember, tehát darabonként 5-ször. Tehát nem az a kérdés, hogy le tudsz-e fogyni, hanem az, hogy lent tudsz-e maradni. És az a fogyókúra első napjával indul az ezen való gondolkodás. Én azért szoktam azt mondani, hogy forduljunk szakemberhez, mert laikusként nagyon naívak azok az elterjedt nézetek, amikből most majd biztos mazsalázgatunk, hogy ez meg az meg az miért jó, meg egyenesen károsak lehetnek. Szóval nagyon sok olyan eset van, amikor a fogyókúra az már az első naptól látszik, hogy hízókúra. Várjál, Tamás, az nagyon jó duma, hogy forduljunk szakemberhez, de hogyha én 5 évvel ezelőtt elmentem volna egy szakemberhez, akkor azt mondta volna a szakember, hogy napi 5-ször étkezzél, valóan, és egyél keveset, és este nyugodtan igyál meg 1 deci vörösbort. Így van. És na, most hol tartunk? Hogy fordulj szakemberhez. Ne ilyenek ez tele van a világ. Tényleg ez abszolút eltérő. De ebben semmi nem 160 gram diéta, együnk 5-ször, és akkor ebbe beleférnél valami. Okay, ez olyan értékben sommás, hogy ez semmire nem használható. Ez olyan, mintha azt mondanánk, hogy rajtad is van egy jó kéking, meg rajtam is. Nekünk milyen jól áll ez a kéking, innentől kezdve hordjon mindenki kékinget. Megmondjuk, hogy hanyas, és mindenki vegyen ilyet, mert nekünk ez jól áll, tehát akkor mindenkinek jól áll. Körülbelül itt tart a fogyókúra egyébként. De várj, ez megdőlt már? Ez egy viszonylag kis százalékban működőképes. Tehát nem dőlt meg, nem arról van szó, hogy ezt kidobtuk a kukába, és 5-ször kajálni, meg 160 gram szénhidrátot tenni, az hülyeség, meg néha meginni egy pohár vörösbort. De ez egy marginális szelete a... De várj, én dr. Fekete Bálint húszéletkutatóval beszélgettem. Ő azt mondta, hogy napi 1, maximum 2 étkezés. Ez is egy bizonyos szeletére érvényes a populációnak. Tehát itt azért elég széles a spektrum. De ez ennyire individuális? Péter, az az érdekes egyébként, hogy ez az ága a medicinának, ami ez egyrészt mindenki ért. Tehát ugye a politika, a foci, fogyókúra, ez mindenki ért hozzá. Nők. Nők. Az a nők nem értenek, nem? De
ez a fajta hozzáértés, ez azon alapul, hogy ezt olvastam, a szomszédasszony ezt mondta, egyszer véletlenül belefutottam és sikerült, de ez nem a hozzáértés. Ezek a véletlenek sorozatai, mert ha bármelyik igaz lett volna, akkor én most nőgyógyász lennék, vagy fülorgégész, mert akkor nem kéne fogyókúrás orvos. Tehát nem egy ilyen nagyon sematizálható, 2-3 klasszikus kategóriába besorolható technológia az, amivel az ember hozzá kell, hogy álljon a fogyókúrához. Itt mondanék egyet, ami nekem veszőparipám, és remélem, hogy a világ nem sokára eljut idáig. Pont most voltam egy ilyen egészségügyi digitalizációs konferencián, és én epedve várom azt, amikor a mesterséges intelligencia, az AI, az besegít nekem a fogyókúra diagnózisába. Iszonyat nehéz. Azt felgöngyölni, hogy valakinek hol csúszott el a rendszer, azután meg azt kitalálni, hogy az mivel fokozódott, nagyon gyakran ördögi körök alakulnak ki. Tehát nagyon gyakran úgy megy tovább a világ, hogy valaki 4 éves korában, sőt, születésekor kapott valami negatív ajándékot az élettől, és akkor az megy tovább, és felgöngyölődik, felhamozódik, és visz egy csomó minden terhet, amit terhességkor, a menstruáció megjövetelekor, a stresszes munkahelyen gyakorlatilag úgy kell kezdeni, mintha beszorozná az egyébként már megtörtént kellemetlen betületeket, és akkor ott állunk, hogy 10 kg, 20 kg, 30 kg feljött, és nekiállunk valami olyan sémával, ami egyáltalán nem biztos, hogy eltalálja ezt az egész eseménysorozatot, és erre adekvát válasz. Nincs diagnózis, nekem ez a legnagyobb fájdalom, nincs diagnózis a fogyókúránál. Mindenki a terápiánál száll bele. Nézd meg! Jó, de abban segíts akkor, hogy azt mondod, hogy ez nagyon személyre szabott. De milyen tényezők alapján döntöd el, hogy mi a legjobb módszer? Én az alapján döntöm el, hogy mi a legjobb módszer, és ez egy nagyon jó kérdés, hogy mi a legjobb módszer, mert nem a tökéletes választjuk, hanem a lehető legjobbat. Nagyon gyakori az, hogy nem tudjuk teljesen korrigálni azt, ami történt, de egy ilyen jól fenntartható állapot alakul ki. Én ott kezdem, tehát én mindenki megkérdezek, hogy hány kilósan született, így indulnak, hogy szoktatták-e. De miért ez számít? Abszolút számít. 3 kg 5 deka. Én 3 kg 5 deka. Az teljesen rendben van. És édesanyámnak kevés teje volt, szoptatott, aztán pedig lett egy tejtestvérem, mert ugye a szomszédnéninek hasonló korú gyereke volt. Tehát, hogy én sokáig anyateljes voltam, aztán az utána tápszeres. Ez nagyon jó. Ez ki van találva az a rendszer. De ez mit jelent az én esetemben? Ez azt jelenti, hogy jó esély volt az első 1000 napban arra, az egy ilyen kitüntetett időszak az ember életében, jó esély volt arra, hogy 1000 nap alatt a vastagbél flórád, amit már néhányan nem így hívnak be, nevezzük a közérthetőség kedvére így, vagy a mikrobiom, vagy bárhogy is hívjuk azt, az kifejlődjön rendesen, és normális legyen. Tehát a ez mikrobiom anyatejkel... az a vastagbél flóra. Tessék? A mikrobiom az a vastagbél igen, flóra. Csak most néhányan ágálnak, a flóra az növényeket jelent, ezek meg baktériumok, meg archák, meg vírusok, meg gombák, de mindenki érti, hogy miről van szó. Szóval az, ami ott lakik a belegbe, vagy azok, akik ott laktak a belegbe, azok akkor alakulnak ki normálisan. Akkor érzik jól magukat, és ezt vedd úgy, hogy eltelik az első 1000 nap durván 3 év, és akkor a hátralévő 78-ra, vagy 72-re, vagy 85-re gyakorlatilag kódolják az embernek nagyon nagy mértékben az egészségét, a pszichéjét, a súlyát, még nem tudom, szerintem még a nemi életét is. Ne viccelj. De nagyon. Az első 1000 napban ez eldől. Anyatej kell, nagyon. De például az én kisfiam, a legkisebb fiam, a Dominik, ő nem kapott egy percig sem anyatejet, mert hogy a páromnak nem volt. Kockázatos a történetem. Tápszeres volt, de azt mondják a gyerekorvosok, hogy ezek az új tápszerek, ezekben talán még több vitamin is van, mint az anyag. Én ezzel egyetértek, tehát az új tápszerek már nagyon jók, tehát tényleg energiát, pénzt, időt fektettek bele a cégek, de azért abban az időben, amikor én gyerek voltam, meg te gyerek voltál, akkor még nem voltak ilyen jók a tápszerek. Tehát simán el lehetett csúszni. Tehát egy mostani felnőtt esetében fontos, hogy gyerekkorában kapott-e anyatejet. Van egy molekula csoport, ezt úgy hívják, nyilván minden fontos az anyatejbe, tehát az de annyira ki van talán, vagy ihat. De azért a 70-es évek végén születettek, vagy a 70-es években születettek, akkor hívjuk a mikorosztályúnak közül, szinte mindenki kapott anyatejet. Hát, nem mindenki, meg nem mindenki hát, hosszú ideig. A 70%-a a felvételnek is nem egyet ragadtunk ki. És akkor az is fontos, hogy hüvelyen keresztül születette, vagy császárral, hüvelyen keresztül születni sokkal jobb ebből a szempontból. Be kell nyalni azokat a baktériumokat, meg élő lényeket, amit én az ember... Én hüvelyen keresztül születem, egyik gyerekem sem. Igen. De ezek nem
százszázalékosan rontják el, teszik tönkre, vagy lehetetlenné ezt az egész történetet, hanem kockázati tényezőket hordoznak. Az orvoslásban... De miért nem a koleszterint mondod? Miért nem a CRP-t mondod? Ha már az elejéről indultunk. Tehát van a születés, van a szoptatás, és utána van a gyerekkor, ami igazából úgy jó, ha az ember rohangászott, kaparázta a csirkeszart, felmászott a nem tudom én az eperfára, tehát úgy együtt élt a környezetével. Mert ez kell ahhoz, hogy egy normál immunrendszer, egy normál bélflóra alakuljon ki, hogy legyen az embernek, hogy mondjam, egy ilyen masszív valamifajta belső tartása. Nagyon furcsa, mert a bélrendszerünk az valójában külvilágnak számít. Tehát ami ott lakik, baktérium meg arra, az valamint a külvilág lenne. Azokat külön kell kezelni, azokat etetni kell, azokat gondozni kell, mint egy kertet ápolni kell, adni kell nekik normális tápanyagot, jól érzik magukat, jól működik az immunrendszer, és megvagyunk. Az a 15% az vagy genetikailag, vagy hormonálisan, vagy ilyen szerencsésen élte az életét, akire az előbb céloztunk, hogy megeszik egy lovat sok kenyére, csak nem ízik semmi. Én értem, hogyha most az allergiáról beszélnénk, akkor talán érteném, az nagyon közel áll ez a témához. Na, de akkor talán érteném, hogy miért ezeket a tényezőket sorolod fel. Már milyen tényezőket? A születés? Az anyatej, a születés, igen. Az immunrendszer kialakulása. De én például vidéki gyerek vagyok, gödöllői. Lent játszottam a lakótelepen, lakótelepi gyerek vagyok, fociztam, mászkáltam a nádasba, a bunkerünk volt, stb. Úgy mentem haza, hogy az édesanyám a fejéhez kapott, hogy úgy nézek ki, mint egy malac, amikor gyakorlatilag dagonyáztunk az esőben, úgy fociztunk, mert az sem érdekelt. Mégis allergiás vagyok a parlagfűre, a macskaszőrre, a fekete ürömre. Hát és innentől jön a világnak az a része, nem vagyunk egy ilyen szempontból szerencsés generáció, a szüleink generáció az annyiból volt kellemesebb helyzetben, hogy ők már háború után jöttek a világra, volt már mit enni, meg már viszonylag jó gyógyszerek voltak, de még ez a fajta élelmiszer dömping, az összes szutyokkal, amit belekevernek az élelmiszerekbe, meg az a fajta antibiotikum használat, és most direkt emeltem ki ezt a kettőt, az nekik nem jutott. Feltételezhetően az ő generációk, tehát a te szüleid, meg az én szüleim, az emberiség történetének eddigi leghosszabb várható élettartamú generációja. Tehát mi már megyünk vissza, minden bizonnyal. Biztos, hogy nem. Lehet, hogy szerencség lesz. Németországban, most olvastam el egy kutatást, Németországban félnek, hogy be fog csődölni a nyugdíjrendszer, hogyha ebben a formában folytatódik. Ugyanis a most született németországi gyerekekre 100 évet prognosztizálni. Most már, hogy jön az AI, most már, hogy vannak a fogyókúrára, egyébként az egy nagyon nagy áttörés, ami a fogyókúrában most gyógyszeres szinten, meg injekció szinten felütötte a fejét. Szóval lehet ezt vedd úgy, hogy eddig szólt a statisztika, ezután a nagy változások után már lehet, hogy sokkal jobb lesz. Minden esetre ki vagyunk téve egy csomó mindennek. Például, amit te soroltál, az alapulhat azon, hogy antibiotikumot kaptál 6 éves korodban, felszúrták a füledet arra, és antibiotikumot kaptál. De úgy használták az antibiotikumot, mint valami, nem tudom, mint a cukorkát jutalomból. Tehát mindenki kapott antibiotikumot. De az antibiotikum az befolyásolhatja, hogy allergiás leszel. Igen, kiírtja például a vastagbeledből a baktériumok egy részét, és olyan esik áldozatul, mint nagyon kéne nekünk, akkor sajnos ez elindul ez a kaszkád, ez a folyamat. De az allergia is a mikrobiomból indul? Nagyon nagy része igen, a mikrobiomból indul. Én most nem akarom piedesztára emelni, de durva nagy százalékba áll egy csomó betegség hátterében a mikrobiom, többek között az elhízás hátterében is, és azzal el kell kezdeni foglalkozni. Nagyon nehéz, ez most... De a probiotikumok nem segítenek? Azok pont a bélflórát teszik. Úgy tűnik, hogy nem annyira. Igen, az elméletben, igen, a gyakorlatban meg úgy tűnik, hogy nem annyira. Tehát az, ami az embernek 3 éves korában kialakult, ha az jó, jó, ha nem, nem. Ha megsérül, utána elég nehéz helyrehozni. Szóval ez a bulvár megközelítés a mikrobiomnak. Nyilván próbálkozunk csomó mindennel. Kellenek olyan mankók egyébként, ami most már megjelent. Tényleg, most azt kell mondjam, hogy nagy lépés történt az utóbbi 2-3 évben ezen a téren az orvoslásban.
amikkel valahogy az ember átvészeli azt az időszakot, amíg regenerálódik. Itt a széklet átültetéstől, a probiotikumig, az injekcióktól, a rossz táplálkozásig, már mindent átoczettig lepróbáltak, valószínűleg ki fog alakulni valami olyan hasznos mix, amit aztán lehet, nem azt mondom, hogy mindenkinek, de sok mindenkinek használni. Arra, hogy helyesen táplálkozzon, és akkor valljuk be, megint csak ott vagyunk, amit az előbb mondtam, hogy ez a heti fél kiló zsírbontás, heti 80 dekás zsírbontás, ez reálisan elérhető lesz úgy, hogy az ember ezeket a mankókat oda teszi maga mellé, és aztán majd elkezdi eldobálni, hogy utána a saját maga is működjön. Figyelj, tele vagy te is baktériummal, meg archeával, meg gombával, meg vírussal. Tehát élnek velünk. Inkább azt kell mondani magunkról, hogy valami fajta ilyen szuper élő lények vagyunk, akik több bacillussal élnek együtt, vagy több baktériummal élnek együtt, mint az összes testi sejtünk. Tehát több van bennünk, elsősorban belegve van, de hát a bőrön, meg nem tudom, a garatban, az orránkáten, van egy csomó hely. Tehát nem tekinthetünk tőlük el, és most nagyon belementünk ebbe a témába, de nem véletlen, mert hogy ez egy kulcs szereplő. Nagyon az egészség szempontjából is, a túlsúly szempontjából is, a bélflóra, így van. Szinte azt lehet mondani, hogy nincsenek is steril szerveink, és ez egy ilyen új világ, ez most nyílt ki ez a kapu, nem olyan régen. Egész bizarr körülmények között egyébként egy nőgyógyász PhD hallgató, nem tudom, nagyon régen elkezdte nézni azt, hogy legalábbis az obezitológia területén, hogy a kövéranyák, sovány gyerekek, kövéranyák, kövérgyerekek reláció az milyen. És arra jutott, hogy 12 éves korban nézték a gyerekeket, hogy kövérek-e vagy soványak, és akkor arra jutott, hogy azok a gyerekek, akik kövéranyától születtek, nyilván jó eséllyel kövérek voltak. 12 éves korúk soványak, a soványanyától soványak, de voltak kivételek, és a kivételek miért lett a kövérnek sovány gyereke és a soványnak? És tudod, mi volt a kulcsa? Az, hogy antibiotikumot kaptak a születésük után, egy picit arra akarok utalni, és már mindjárt mondok egy tényleg ilyen bulvár címlap mondatot, hogy leírtották azt a bélflórát, vagy azokat a baktériumokat, azokat az élőlényeket már születéskor, amit az anyától kapott, és a kövér anyától kövér bélflórát kapsz. A sovány anyától sovány bélflórát, ha leírtják, akkor jó esélye kialakul valami másféle. És ezért voltak ezek az ellentmondások. Nem tudom, mennyire volt ez követhető vagy érthető, de... Ez abszolút értem, sőt annyira, hogy beszélgettem egy orvosbarátommal, ugye én, mint gyakorló hipohonder, tele van a telefonom orvosokkal, és jó pár a baráti kapcsolatban vagyok, és pont erről a témáról is azt mondta, hogy nem az a kérdés, hogy milyen betegségek eredője a bélflóra, hanem hogy melyiké nem. Mert hogy már annyi betegségé, tehát valid, azt mondja, hogy a neurotranszmiterektől kezdve, amik ugye a pszichés betegségeknek az okozója, egészen a daganatos betegségeken át a kardiovaszkulárisig, szinte minden. Ha nagyon politikailag korrekten fogalmazunk, akkor mondjuk azt, hogy szoros az összefüggés. Szerintem ebben a szent pillanatban a világon 6400 PhD hallgató kutatja ezt, és ki fogják deríteni, hogy a középfül gyulladástól a benőtt körömig van összefüggés. Valamilyen... Ez igaz? Tessék? Ez igaz? Hát most ezt példának és viccnek mondtam, de mondjuk amit te mondtál, az, hogy a vastagbéltumorral szoros a kapcsolat, a depresszióval, egy csomó autoimmun betegséggel, és ezek népszerű és elterjedt autoimmun betegségeket, tehát nem pár ezer embert érintenek mondjuk Magyarországon, hanem százezreket, de én már azt merem mondani, hogy inkább milliókat. Tehát az, amit az előbb leírtál magadról, hogy parlagfű, és így tovább, amit meséltél, ez egy rakat embernél, ugyanez csak pepitával, és az ételallergiák és az ilyen pollen jellegű allergiák, ezek uralják most úgy a képet, hogy szerintem alig van olyan, aki valamelyikbe ne szenvedne, legfeljebb olyan van, hogy nem tudja. És azért nagyon hangsúlyos, hogy intolerancia. Olyan, mint hogy csinálnak alattomos tüneteket, hogy egy csomó ember azt észre sem veszi, és ez a legnagyobb hátrány. A legnagyobb előnye, meg a legnagyobb hátrány az ettől fakad, az, hogy nem nagyon észrevehető. De amikor 15-20-30 évig munkál benned egy ilyen, most feltételezzük a kazdeint, jó? Viccből, vagy nem tudom, én próbaképpen. Azt lehet, adom. Azt nem tudod megmondani, de majd mindjárt mondom, hogy mégiscsak hogy ha esetleg hangulatzavaros vagy, ha esetleg elkezd fájni a bal vállat, ha esetleg viszket a jobb bokát, ha
És ezek ilyen rendszeresen visszatérő, vagy 46 éves korodban először jelenkező, vagy olykor-olykor hullámokban elérő történetek, azt nem tudom megmondani, hogy nincs ezzel összefüggésbe. Pontosabban fogalmazva, én például ezekre már felkapom a fejem, és azt mondom, hogy összefüggésben van valószínűleg. Tehát akkor nagyon az én midlife crisis, a moka a kazein. Szerintem igen. Vagy a borsó. Egyébként viszonylag egyszerű ezeket letesztelni. Én nem mondom azt, hogy nem tudom, 300 ételt le tudunk tesztelni, és akkor mindegyike végig tudjuk menni, meg kipróbálni, de ha az ember valamit nem eszik ezek közül, sokáig, mondjuk 5 napig, tehát azt mondod, hogy nem eszel tojást 5 napig, vagy vörös babot, bármi, tök mindegy, ami gyalúba keveredik, és utána meg ráküldöd a szervezetedre, egy szép szombati napon, csak hogy biztonságban legyél, hogyha puffadsz, akkor azért kiszokott bújni a szög a zsákból. Tehát akkor van egy ilyen érzeted, hogy hú, mintha. Ezek a mintha érzetek már elegek. Mert ezek egy csomó esetben lassan rágnak. Lassan eszik meg az ízületedet, lassan eszik meg a pajzsmirigyedet, nyilvánvalóan megeszik, az nem rákról beszélek, hanem most szimbolikusan értem, az agyadat, a bőrödet, de olyan sok ilyen jellegű tapasztalásom volt, és kapaszkodj meg eddig, ezt nem is tudom, hova kopogjam, mert nincs fa. Amikor bennem felmerült a páciensek kapcsán, hogy van valami, eddig még mindig eltaláltam, és járok vagy 1200-nál. És visszajelezték, tehát azért tudom ezt úgy alátámasztani, hogy mondjuk azt, nem a szakirodalmat idézem, és most nagyon hangsúlyozom, hogy saját tapasztalás, mert terápiás következménye volt, tehát azt mondtam valakinek, hogy próbálj meg ezt, végigpróbáltuk, nem evett borsót, meg narancsot, meg nem ivott kólát, és akkor azt mondta, hogy jobban alszom, jobb lett a hangulatom, energikusabb vagyok, nem puffadok, szebb lett a hajam, jobban csillog a szemem, és így tovább. És egy ilyen viszonylag széles spektrumban 3, 4, 5, 6, 7, 8 olyan tünet jelentkezett, pozitív, amiről igazából nem is gondolta. Ezek nagyon elkelhető, nagyon megmagyarázható tünetek szoktak lenni, nem drámaiak. Tehát egy ételallergia az úgy néz ki, hogy valaki mogyoróallergiás, és elvisz a mentőhelikopter, ha mogyorót evett. Az ételintolerancia az meg ott sumákor valahol. Meghizlal, notabene terméketlenné tesz, notabene a pajzsmirigyeddel autoimmun folyamatokat indít el, notabene a nem tudom én hangulatzavarokat, és ezeket szerintem még korrektül lekutatja valaki a 6400 PhD hallgatóból, aki most éppen ilyenből írja a szakdolgozatát, de én nagy összegbe fogadnék, hogy ezek az összefüggések fennállnak, meg nagy összegbe fogadnék, hogy ez releváns lesz, nem 10 ember fog érinteni, a Magyarországon a 9 millióból 6-ot, vagy 9,5-ből 6-ot. Szóval nagyon gyakoriak. Szerintem nagyon fontos kérdés. Manapság is, elsősorban itt a hölgyeket emelném ki. A hölgyek nagy része megpróbál bizonyos inzulin kezelésére alkalmas injekciókkal lefogyni. Igen. Sok mindent lehet hallani. Azt is lehet hallani, hogy ezek rákkeltőek. Azt is lehet hallani, ha valaki elkezdi, még akkor is, hogyha nem diabétesz, akkor is élete végéig kell magát injekcióznia. Nagyon sokan óvaintik ettől az embereket. Szóval tegyük ezt a dolgot rendbe. Ezek az inzulinra ható injekciók mint fogyókúrásszerek hasznosak vagy haszontalanok? Kicsit pontosítok, ezek nem az inzulinra hatnak, ezek direktbe bizonyos receptorokra hatnak, és ezáltal az inzulin szintet, a vércukor szintet rendkívül előnyösen befolyásolják. Direktbe és indirektbe egyaránt a nap végén oda jutunk, hogy ebben a molekula csoportban, meg a társaiban, most már még ez, már következő generáció is van, zsenik, nagyon jók, de ezek valami fajta segítségek ahhoz, és az elején talán mondtam, hogy ezeket kezeljük mankónak. Amivel az embereket átsegíti azon a nagyon nehéz fázison, hogy átessen a rossz oldalról a jó oldalra, és ott van közötte egy nagy hegy, amit meg kell mászni. Ez egy nagyon szép völgy, ez egy gazos, mocsaras, fertőzött, cecelegyes csúnya, de ha már valami felsegítette az embert oda, akkor már sokkal könnyebben átér erre az oldalra. Az, hogy az életünk végéig szurkáljuk egyelőre, ugye főleg injekciós, nem kizárólag, de főleg injekciós formában vannak ezek, azzal nem tudok mit mondani, nekem érzetre van egy ilyen
megközelítés, hogy talán az nem lesz oké, de ebben nem vagyok biztos. Ugye nem nincsenek őrületes, több évtizedes tapasztalatok ezekkel a készítményekkel. Mindig azt kell mélegre tenni, amikor az ember ezt elkezdi használni, hogy az egyik oldalon van a cukorbaj, meg a túlsúly, meg az ezzel együtt járó brutál, csúnya komorbiditás, tehát ilyen kísérő betegségek, amikben most vidáman meg szoktunk halni. Igen, de ez érthető, hogyha ők kapnak. A másik oldalon, csak bocsánat, van ennek a készítmények, van valami fajta kockázata. Ezek nem nagy kockázatok. És amikor az ember, tehát soha nem nulla meg 100%-ról beszélünk, meg végső megoldásról, meg soha ilyet kinepró, tehát nem ilyen szélső értékekben gondolkodunk. Én szerintem ezekkel a készítményekkel nagyon nagy hatást, nagyon nagy előrelépést, és akár a várható 100 éves életkort el fogjuk érni. Tamás, nem az a kérdés, hogyha valakinek az esetében indokolt, hanem az a kérdés, hogyha egy hölgy 65 kiló és le akar fogyni 55-re, akkor adja magának ezeket a szereket, és ezek valóban rákkeltőek-e ebben az esetben, vagy valóban károsíthatják-e úgy a mellékveséjét, hogy ez visszafordíthatatlan. Én nem tudom ezt kijelenteni, hogy rákkeltőek, tehát ilyen jellegű megközelítés adatvád nincs. Tehát ilyen alapon nem tudom, a langyos vízős már kimutatjuk, hogy rákkeltő. Jelen stádiumban nem ezzel a kockázattal így nem kell számolni. Az, hogy valaki, és ez most a saját gyakorlatom is egyébként, tehát ez az 59-re szeretnék lefogyni 62-ről, mert a 10-es számrendszerben ez valami, ez komolyan, tehát nem nagyon ritka nálam. Ide azért nem. Tehát én ide nem azt tudod, hogy nagyon sokan ezt csinálják. Tudom, hogy nagyon sokan ezt csinálják. Én hallottam már ezzel kapcsolatban itt Magyarországon is csúnya történeteket, ilyen értelmetlen dózis emelésekről, mert már nem működött, mert az 59-ről már nem tudott lemenni 57-re. Tehát de ezek már inkább személyiségzavarok, meg inkább önképzavarok, mert tehát ez már nem ez a terület, mert erre nem jók. Tehát annak ellen, hogy fogyókúrás szerek is, meg diabéteszre, kettes típusú diabéteszre ható szerek is, ugye ezek nagyjából itt átfedik egymást, ez nem azt jelenti, hogy mindenkinek nyakló nélkül bármikor hajrá. Egyrészt vannak kritériumok, ugye ezek jogszabályok előírják, hogy lehet használni, másrészt meg a józanész is azt diktálja, hogy ez nem arra van, hogy egy normál testsúlyból csináljunk valami extrém vékony, vagy anorexiás, vagy összeszakadt nem működő szervezetet. És tegyük hozzá, ez azért egy nagyobb kép, tehát nem csak azt kell nézni, hogy most beszúrjuk, jaj de jó, lefogytunk, és helyreállt a mikrobiom, csillog, a szemünk, nő a hajunk, nem viszket a könyökünk, és életmódot váltottunk, még elmentünk sporton is mellette, hanem ott ugyanolyan jelentőség a táplálkozás, tehát megint csak az van, hogy a nap végén kell életmódot váltani. Jó, de hát elveszi az éjségérzetet. Hála Istennek, tök jó. Kevesebbet eszünk, akkor nem csak a haszontalan dolgokból leszünk kevesebbet, hanem a hasznosakból is. Jó, de akkor te azt mondod, hogyha valaki 10 kilót le akar fogyni, egyébként egészséges, nem magas a cukorszintje, akkor is nyúlhat ilyen szerekhez? Hát az akkor nyúlhat, ha megfelel azoknak a szabályoknak. Jelen állapotban a 30-as BMI az egyik határ, azt szerintem mindenki tudja, hogy mi a BMI. Testtömegindex. Igen, testtömegindex. Ha meg van valami kísérő betegség, akkor 27-es, tehát most én ezt nagyjából egyébként értelmesnek is tartom. De te adnád, nem adnád a paciensének? Ilyen esetben minden tovább nélkül. Ha 10 kilót akar fogyni, már adnád? Persze, minden tovább nélkül. Mindig az a kérdés, hogy a várható eredmény az milyen eséllyel következik be, ha? És akkor ugye kettős pont. Életmódot váltunk, elmegy sportolni, csak lépát eszik, nem tudom, és akkor végigmenjünk a listákon, az nyilván az épeszőeken. Ha ezzel anyagilag, morálisan, technikailag valaki tud azonosulni, akkor minden további nélkül. De nem szoktam. Tehát még nem. Általános érvényel te tudsz-e mondani egy olyan étrendet, ami nagy valószínűséggel mindenkinek jó? Ha fölmegyünk az internetre, akkor 900, látunk egységen egy csomó fogyókúrás, diétás étrendet, hogy ha ezt csinálod, akkor fogy, sőt, vannak olyan cégek, amelyek erre specializálódtak, hogy összeállítják az étrendedet, és küldik is házhoz. Igen. Van-e ilyen? Általános étrendet nem. Ez az, amit mondtam a cakingről. Tehát, hogy neked jól állna, nekem jól állsz, nem azt jelenti, hogy mindenkinek jól állt. Tehát nincs ilyen, hogy mindenkinek nincs jó van az apkás a reggel. Ne, nincs ilyen.
az alapszabályok még csak arra sem merem azt mondani, hogy 100-ból 100 embernek, de mondjuk 92-nek igen. Ilyen alapszabály például az, ugye voltak divatok. Van olyan diéta, csak hús, meg zsír, meg nem tudom. Van olyan diéta, hogy szénhidrát nem, de minden egyéb igen. De ezeket rendbe, bocsánat. Tehát ez a csak hús, meg zsír. Azért kapok egy Nobel-díjat, ha én a szemben, de azért megpróbálom. Csak hús, meg zsír. Az oké, vagy nem oké? Az kikopott az a diéta, az a régen már nem is tudom, hogy milyen néven futott, de az kikopott. Ennek egy módosítása. Ez a keto volt. Nem, az még van a ketogén diéta. Arról viszonylag épeszű cikkek meg is jelentek, hogy hosszú távon akár még jó is lehet. De várjad, a ketogén diéta az arról szól, hogy sok húst kell lenni. A ketogén diéta nem arról szól, a ketogén diéta arról szól, hogy nem eszel szénhidrátot. Hát a fehérjét eszel, vagyis húst? Hát, vagy zöldséget, vagy lehet enni, nem tudom én, mást is, tehát gombát is, meg tojást is, meg húst is, meg zsírt is, tehát azért szélesebb a spektrum, hogy mit tehetsz, tehát mondhatod azt, hogy csak zöldséget eszel, mert vegetáriánusra is nem eszel szénhidrátot, akkor is kialakul ez a bizonyos ketózis. Ez egyébként egy atavisztikusan kódolt mechanizmus az emberben, tehát azért az emberiség jó pár jégkorszakot úgy élt meg, hogy extrém ritka volt a rukkola salát, a paradicsom kis hozzá meg valami, nem tudom én, köles golyó. Tehát nem voltak gabonák, nagyon kevés volt a szénhidrát, és akkor az ember még zöldséget se annyira vett. Tehát belegondolsz, most a világ azért úgy néz ki, hogy az egyik csücskébe zömében hús és zsírt esznek, hivatkozok afrikai törzsekre, eszkimókra, lapokra, tehát alig esznek növényi anyagot, és jobb a cukruk, jobb a szívinfarktus statisztikájuk, és jobb a hangulatok, és így tovább. És akkor vannak, akik meg csak növényt tesztek, tehát ez elég széles a spektrum, ezért nincsenek ilyen univerzális megoldások. Nekem személy szerint, és ez most filozófiai megközelítés, ez úgy néz ki, hogy bizonyos környezetben, bizonyos makrokörnyezetben, például itt Magyarországon, vagy a lapoknál, vagy Afrikában, valamilyen baktérium törzsek elkezdték jól érezni magukat az emberek belébe, és megint visszakanyarodok egy pillanatra a mikrobiomra, és azok esznek valamit és szeretnek, és azok az emberek ezt eszik és szeretik, és akkor úgy kerek a világ, ha ezt adják neki. Ha ez nagyon, nagyon eltér, és a lapoknak elkezdünk, nem tudom én, paradicsomot meg rukkola salátát adni tömegével, vagy fókazsírt meg rénszarvasust elkezdünk a hindu vegetáriánusnak adni, akkor abban baj lesz, ahhoz nem adaptálódott a szervezet. Egyébként nagyon érdekes, volt egy kutatás, ami arról szólt, hogy a változatos táplálkozást, ami most mindenki zászlójára tűzött, és lobogtat, hogy változatosan kell étkezni, arról az derült ki, hogy nagyon változatos, nagyon sokféle ételt tartalmazó táplálkozás, ezt még nem tesz jót a mikrobiomnak. A mikrobiomnak mindig az a cél, hogy az legyen változatos. Tehát ott sokféle bacillus, sokféle baktérium éljen, meg sokféle archea, meg sokféle vírus és gomba, és akkor most nem ez az egyetlen szempont, de annak örülni szoktunk. És az egysíkúbb táplálkozások, és ez valószínűleg majd úgy értelmezendő és cizellálandó, hogy a lokálisan a saját környezetedbe elérhető tápanyagokból összeállított változatosak, amik a mai nap azért minősülnek, hogy mondjam, egysíkúnak, mert most eszünk Ugandából, meg Kosztarikából, meg Új-Zélandról, meg Argentinából is ételeket, amiket ide behoznak. És egy csomó ilyen, nem innen, meg nem a környezetünkből származó. Szerintem ehhez nem annyira tud a mi bélforránk alkalmazkodni, és ez hozta ezt az eredményt, hogy nem tudom én, tényleg afrikai törzsekre esztek 13 féle kaját, és sokkal jobb a mikrobiom. Kelet-Ázsiában van egy sziget, ahol nem igazán halnak meg az emberek 100 év alatt. És elmentek forgatni, egy külföldi stáb forgatott ott, és kiderült, hogy szinte mindenki peszkateriánus. Tehát mindenki halat, igen, így van. Ez Okinawa. Halat és növényeket eszik. Ez egy nagyon jó téma, Péter, nekem ez annyira jó kapaszkodó, én inkább innen szoktam megközelíteni, mint itt az aktuális orvosi trendek szerint, mert az magáért beszél. Okinaván, Ikárián, az egy görög sziget, Szardinián a hegyekben, Kosztarikának a csendes óceáni parton, egy félszigeten, meg Amerikában egy vallási közösségben, nem tudom melyik. Ezeken nem ritka a 100 év, tehát a temetőbe elmegy az ember, és azon kiír, hogy élt 106 évet, meg 108 évet, és próbáltak ezek, az kék zónának hívják ezeket a területeket,
Biztos van még egyébként, de most ez az öt a legnépszerűbb. Próbálták kideríteni, hogy mik a közös pontok. És én ezekbe nagyon bízom, hogy ezek, ha ezek közös pontok, akkor azok valami kapaszkodók nekünk is, hogy abba az irányba érdemes gondolkodni. Például az egyik a testmozgás kapcsán, itt ritka a definit sport ezeken a területeken. Az mit jelent? Hát az, hogy nem a konditerembe járnak le, meg nem tudom én, vesztek egy drága versenybiciklit, meg nem síelnek, meg nem spinning órára járnak. Viszont rohadt sokat mozognak. De van-e annak határa vagy korlátja, hogy mennyit érdemes, hogy mennyit lehet mozogni egy nap, és ezt melyik időszakban? Hát figyelj, vannak az ajánlások most a többféle módon, de nagyjából ugyanak körül járnak, napi 30 perc, heti 150 perc, heti 200 perc, szóval vannak ilyen jellegű, meg 10 000 lépés, szóval vannak ilyen kapaszkodók. Én azt mondom, hogy ez ha elképzelünk egy átlagos magyar falut, vagy várost, 1846-ban kb. Annyit kell mozogni. Tehát ez akkor mindenhol gyalog mentek. A Szardinia, amit az előbb említettem, az nagyon érdekes, mert Szardinia hegyekbe élnek sokáig, lent a tengerparton nem. Tök ugyanaz a genetika, nagyon hasonlóan táplálkoznak, tehát oda is felviszik a halat, meg oda is leviszik az olajbogyót, tehát nagyon hasonló a táplálkozásuk, de a hegyekben sokkal tovább élnek, mint lent, és ennek az az oka, hogy a polgár az elmegy postára, gyerekére az óvodába, elmegy a barátnője. Tehát ilyen 300-400 szintkülönbséget tesznek meg egy órán belül, vagy két órán belül, és nagyon sokat mozognak. Egész nap. A másik jellemző az volt, hogy most nem azt akarom mondani, hogy no sport, tehát nem igaz, hogy nem sport, az félreértik az emberek, de olyan rászánok, és fölveszem a joggingot, és akkor elmegyek egy órát ezt csinál, ott ilyen nincs, hogy nem jellemző. A mozgás az nagyon jellemző, hogy alig vannak ilyen tömegközlekedés használók, alig vannak autóhasználók, gyalogjárnak. Nagyon de azt mondod, hogy a káros, tehát hogyha valaki túlzásba viszi a mozgást, simán, akkor az káros simán, már a szervezetre? De ennek hol a határa? Hát például erre nem tudok válaszolni. Tehát ha egy órát futsz egy nap, futásnál nagyon valószínű, ezt most én nem állítom, csak nagyon valószínű, hogy az ilyen 5-10 kilométer között van a határ, akkor az ember korrektül edzette magát előtte. De ez nagyon nehéz definiálni, mert ez embere válogatja, sportja válogatja, és előélete válogatja. Tehát, hogy valaki hogy készült arra. Az egyik legnagyobb magyar futónőről olvastam azt, aki ilyen ultrafutó, tehát az, hogy ő fut 100 kilométert, az egy könnyed vasárnapi délelőtt. Hogy ő, nem tudom, azt hiszem 3 vagy 4 kilométert futott egy évig minden nap. Nekem meg az összes barátomat megműtötték férdel, akik elkezdtek futni ilyen öreg fejjel. Igen, de hát azt mondják, hogy ha túl sokat futsz, akkor pontosan az erek, amit említettél korábban, az erek gyulladását okozhatja. Hát a keringésbe csinál valamit. Igen. Segítheti a kardiovaszkuláris betegségeket. Igen. Ennek van valami alapja? Van. Ennek vannak bizonyítékai is, tehát orvosilag is alátámasztott. Nekem a rendelőbe született egy nagyon érdekes empíria. Tehát a páciensnek legjobban az segített fogyókúra alatt, hogyha gyúrtak, olyan mozgást végeztek, ami hasonlít a járáshoz. Ebben a bicikli is beletartozik. Ellipszis tréner, bicikli, túrázás. Tehát nem a futás, hanem a gyaloglás. És a jóga. Fogalmam is, hogy miért. Ezek oly mérték, ezt mindig hangsúlyozom, ez nem egy tudományos vizsgát, ez az én tapasztalatom a rendőrben. Ezek oly mértékben segítették a fogyókúrát, hogy a 10 ujjamat megnyaltam. Én ezt szoktam ajánlani. Válaszol valaki. Lehetőleg mind a hármat. Valami nagyon jót tesztek. A nagyon megerőltető sportok szerintem nem a mi világunk. Az ember alapjában véve úgy teremtetett, hogy akkor mozogjon, amikor vagy menekülni kell, vagy vadászni kell. Ez a kettő. És a többiben meg az afrikai törzsek, akikre szoktunk hivatkozni, mert úgy élnek, mint 20 000 vagy 30 000 évvel ezelőtt élhettünk mi, egy csomó helyen ilyen napi 3-4 óra tevékenységgel élik az életüket. Tehát az az aktivitás. És igen, de nagyon nem mindegy, hogy mit esznek. Ha persze. És hát van egy olyan percepció, hogy ha sportolsz, vagy fizikai munkát végzel, akkor viszont nagyon sok táplálékot kell bevinned. Nem kell, de azért szoktál bevinni, mert megéhezel, igen. Tehát, hogy én azt nem tudom elképzelni, hogy ha valaki elkezd bőtölni, akkor a teljesítménye sportban növekedjen, pedig hallani ilyen? Igen, hallani ilyeneket, sőt, ilyen egész komoly bőtökél, tehát ez a, nem tudom én, majd hogy nem, csak folyadék, tehát ilyen lébőgyszerűségnél is nő a teljesítmény.
erre azért nyilvánvalóan ez egy nagyon sokrétű dolog, valószínűleg elkezdi a beled jól érezni magát. A beleknek mindig szükség van regenerációra. Ha állandóan, csúnya szót akartam mondani, de azt mondom inkább, hogy piszkáljuk, így, mert leküldünk egy kis croissant, aztán egy kis cappuccinot, aztán leküldünk neki, meg rágózunk egy kis ez, és akkor ebédet és csirkepörgetet, és akkor egész nap csesztetjük a beleinket, beleértve természetesen a mikrobiomot is, nem tud rendesen se a bélfal regenerálódni, se a mikrobiom, nincs idők pihenni, amit nem hagynád őket aludni. Nagy valószínűséggel, és egy picit tekintsünk hosszabb távra, azért nekünk ha csak azt nézzük, hogy mi vagyunk a homo sapiens sapiens, az emberi faj, és nem a homo erectus, ami 4 millió éves, pedig az is nagyon hasonlított, tehát nagyon kísértetése hasonlott a hasnyálmirigye meg a mája, olyan 400 ezer éve leledzünk. 400 ezer évből ez az utóbbi 2000-3000, amióta elkezdett táplálékbőség lenni, főleg az utóbbi 100 év, a szemvillanás, ehhez se a bél, se a hasnyálmirigy, se semmi nem tudott alkalmazkodni ilyen tempóval. Brutál mennyiségű finomított szénhidrátot fogyasztunk. Azért ilyen sikeresek ezek a szurkálós készítmények, mert ez segítik most elkerülni, hogy ezt vegye vissza, vagy a többek között azért. De megoldás a szénhidrát helyett az édesítőszer? Hát a szénhidrát helyett édesítőszer az vékonyig. Nagyon sokan helyettesítik, de igen. Most ugye van egy olyan új álláspont, hogy becsapja a szervezetet az édesítőszer. Pont. Valószínűleg igen. De azt nem gondolom, hogy hízlal. Hát ha becsapja, akkor a nap végén elkezd hízlalni is, mert azt hiszed, hogy valamiből nagyon jót tettél, mert édesítőszer van benne, de az nem azt jelenti, hogy nincs benne kalória, hanem azt jelenti, hogy nincs benne szénhidrát. Kalória az van, és van, aki elkezdik. De nincs benne. Hát bármiből, hogyha megiszol egy fehérjéből, zsírból. Ha megiszol egy italt, nulla hát kalória egy... Ha italról beszélek, abban nincs, de egy csomó másban van. De ha italt iszol, akkor nem csapja be? Csak hogyha ételt eszel? Becsapja, elindít bizonyos hormonális folyamatokat akkor is, mert a szervezet nem elkezdi leszámolni, hogy hány glükóz vagy fruktóz molekula van egy ételben, hanem édes ízt érez, és ez elindít egy csomó olyan folyamatot, ami oda vezethet, hogy utána a következőleg többet eszel. Én olvastam olyan tanulmányt erről, hogy megnövekedett ilyen 10-15% az egyéb táplálékbevitel. Tehát, hogy itták ezeket a low calorie, low fat, zero, nem tudom én miket, édesítőszerrel, és akkor egyszer csak ott voltak, hogy egy ilyen álmegnyugvás volt egyrészt, hogy ebben nincs kalória, másrészt meg azok az elinduló, nem, most nevezzük endokrin folyamatoknak, vagy emésztési folyamatok, mindegy is, ezek az folyamatok a következő étkezésre, mert többet etettek veled, tehát megnőtt a bevét táplálékmennyiség. És most ott tartunk a nap végén, hogy minden bizonnyal, ezek a diabétesztől kezdve az elhízásig inkább hosszú távon, inkább rosszat tesznek, mint jót. Tehát ilyen szempontból nem érdemes, de az a fajta, hogy mondjam, épeszű mérték, amivel nagyon sokszor az ember szembesül, amivel beledörgöli az arcát, a táplálkozás is, meg az élet is. Az itt is érvényes, hogy szerintem valami ha ókor-ókor, néha-néha ez becsúszik, és az ember úgy iszta meg akkor, vagy eszi meg akkor, azért nagy tragédia nem történik, iparszerűen rágyújulni ezekre nem érdemes. Tehát nem az, hogy jaj, de egészséges vagyok, mert én édesítőszeres nem tudom mit iszom, még C-vitamin is van benne. Húha! Vannak ugye a növényi édesítőszerek, és van az aszpartám. Az aszpartámba pont tavaly derült ki, a WHO berakta az ENSZ egészségügyi szervezete a 2x A csoportba, ami azt jelenti, hogy potenciálisan rákkeltő. Ahhoz, hogy egy édesítőszer vagy bármi, mert egyébként az aszbesztal van egy csoportban, bekerüljön az egészségügyi világszervezet által egy ilyen kategóriába, azért nyilván azt nem mondhatjuk, hogy egészséges. De mennyire veszélyes? Nem érzem magam... Ha van alternatíva, és azt mondod, hogy vannak növényi édesítőszerek, stevia, stb. Ennyire nem értek ez. Igen. Akkor érdemes inkább azokat választani, amelyek nincsenek benne ebbe a csoportba. Én rövid élettapasztalatom meg ilyen fogyókúrás működésem alapján azért majdnem mindig az arra jutok, hogy jobb őszintének lenni. Tehát Kádár örökbecsű mondásával a krumpli leves az legyen krumpli leves, tehát a cukor az legyen, vagy az édes az legyen cukor. Tehát ez szerintem én inkább a fele hajlok,
lehet enni gyorsan felszívódott szénhidrátokat. Azok nem az ellenségeink. Csak nem abban a mértékben, hogy most fogyasztjuk. Azok a gyümölcs cukrok? Nem, az kristálycukor például, vagy a liszt, ezek gyorsan felszívódó szénhidrátok, a gyümölcscukrok, azok is viszonylag gyorsan szívódnak fel, de az egy más mechanizmust indítanak el, de lehet enni ezeket, de a gyümölcsből is túl leheted magad, természetesen gyorsan felszívódó szénhidrátokból is túl leheted magad, és így tovább, ugye ezek a különféle diétás divatok, amiket láttunk feléledni, majd elhújni, azok majdnem mindig egy ilyen pontot ragadtak meg, mert valamelyik amatőr elolvasta a nem tudom hol, a www.izén, hogy ez növeli az inzulin szintet, akkor azt kiírtjuk, és akkor onnantól kezdve csoda történik, és ezeket éljük egyébként. Tehát napról napra nekem majdnem minden nap jön egy páciens, aki megkérdezi, mondja véleményt egy diétáról, mert nem tudom, hol olvasta. Ezt mereve határodok el, eszméletlenül megmondtam, mert tényleg már vagy 200-nál járunk. Visszatérve az aszpartámra, ugye az a csoport az, amivel állatkísérletekbe okozott daganatot. Azt teszik oda. És tehát emberben még nem igazolták ilyen jelleggel. Most mit mondjunk erre, Péter? Szerintem mondjuk azt, hogy valószínűleg nem oké. Valószínűleg nem oké. Tehát ha lehet választani, akkor inkább a növényt választani. Hát én inkább nem. Nem megyek el, hogy van, gyónni, meg vezekelni, ha véletlenül megiszom egy olyan kávét, ami bogyó volt, vagy megiszom egy diétás kólát, bár én kólát soha nem iszom, de nem érdemes beiktatni a napi rendbe ezeket. Tehát nem a tiltott, az inkább ne kategória, lehet, hogy bukik. Lehet, hogy egy-két év múlva aztán már kiderítik, sajnos, teszem hozzá, mert akkor az azt jelenti, hogy vannak emberi bizonyítékok arra, hogy daganatot okozott, és akkor kikerül a pixisből, és betiltják. Én nekem a szaglásom az azt mondhatja, hogy előbb-utóbb majd valami ilyesmi lesz. A másik, ami ugye elég nagy témakör, és azt gondolta az emberiség szerintem ezelőtt, nem tudom, 70-80 évvel, hogy mennyire megkönnyítik majd a műanyagok a mi életünket. Yeah. És gyakorlatilag tényleg rengeteg minden műanyag az életünkben, a szószoros értelmében is, de nem véletlen, hogy a San Franciscó-i repülőtéren már betiltották a PET palackokat, ugyanis kimutatták amerikai tudósok, hogy a PET palackokból lebomlanak bizonyos mikro és nano műanyagok, amelyeket már nem csak a tengeri állatokban, hanem az emberben is kimutatták. Szóval annyi minden változik. Tehát ha belegondolunk abba, hogy a beszélgetést kezdtük, hogy 5 évvel ezelőtt mit mondott egy dietetikus, hogy egyél naponta 5-ször. Most pedig már arra is vigyázni kell, hogy fémdobozban vagy alumínium palackban van egy ital. Szóval ez tényleg ennyire fontos. Annyira fontos, hogy ha tehetjük, ne szedjünk antibiotikumot, hogyha ha van rá lehetőségünk, akkor ne PET palacból ígyunk? Én hangsúlyozandó, hogy elkerülném a 0% és a 100% véleményeket, meg a nagyon biztos, meg a biztos, hogy nem kategóriát. Tehát a inkább valószínű, meg a nem nagyon valószínű területén mozognék. A mikroműanyagokkal kapcsolatban azt egyrészt lehetetlennek érzem, hogy holnap megszűnik a mikroműanyag. A mosógépek, a PET palackok, a dobozok, a ruhák, tehát annyira körülvesz minket a mikroműanyag, az egyik legdurvább mikroműanyag forrás, ami a hétköznapokban érinti az embert, az a PET palack, a mosógépből kikerülő ilyen apróra töredezett műszálak, és az autógumi. Ami ugye szintén műanyag darabkákat, hát ezt nem nehéz elképzelni, hogy ott válnak le. Ez mechanikailag, kémiailag, előregedéstől, így úgy roncsolódástól keletkeznek. A nanoműanyagok világa az valószínűleg egy sokkal sötétebb barlang, mint a mikroműanyagok világa. A mikroműanyagokat azért tudták jobban vizsgálni, azokat könnyebben lehet felfedezni, mert az ugye ilyen milliméteres, mikrométeres nagyságrend, a nanoműanyag, mint ahogy a neve is mutatja, hogy ezek nanométeres nagyságrendek. A mélepényben, a szívben, az agyban, tehát nem tudunk olyan szervet mondani, hogy ne mutattak volna ki műanyagot. Nem erősek még az emögött álló tudományos vizsgálatok, de itt is az van, sőt sokkal erősebben, mint az egyébként az aszpartán, tehát ahhoz képest erősebbek, hogy annyira gyanúsak az összefüggések bizonyos betegségekkel, és szerintem ez csak időkérdés lesz,
Hogy ezek egyszer csak valaki felmutat egy olyat, ami már tényleg evidencia, és amivel már nem lesz mit vitatkozni. Hogy én abszolút azon az állásponton vagyok, hogy távolodjunk, ahol csak lehet. Erre az ember technikai megoldást is tud csinálni, mert nem tudom én, a palackokat azt le lehet cserélni, a PET palackokat másra. Az, hogy most mindenki holnaptól természetes ruhát hord, és szekerekkel jár, mert nem lesz autógumi, arra kicsi az esély, de lehet törekedni, meg nem ikrózzuk meg műanyag dobozokba, meg nem tudom én, PET palackokba tároljuk a málnaszörmünket otthon, meg ez Hát az alumínium, ami ugye szemben a PET palackkal akárhányszor újrahasznosítható, meg hát most van alumínium dobozos víz is, igen. Tehát én azt gondolom, hogy akkor... Ezzel már én is szembesültem, tényleg halad erre a világ, az alumínium dobozoknak ráadásul van még egy másik rendkívül pozitív vetülete, az az, hogy ott a belsejét illik valamivel bevonni, és azért ott nagyon nagyok a lehetőségek. Tehát ott sokkal nagyobb biztonsági pályát lehet futni az, hogy mivel érintkezik az a folyadék. Mert a PET palackokban mit csinálunk? Befestjük? Vagy? Nyilván nem. De az alumínium ilyen szempontból sokkal potensebb anyag, meg van az acél, meg van az üveg, tehát tudunk merre haladni. Nyilván az, hogy most a hétköznapokban melyik az, ami praktikusabban használható, hát az majd helyzete, esete, itala, étele válogatja, de van tovább lépés, de én személy szerint nagyon felhívnám a figyelmet arra, hogy ezt sokkal komolyabban illik venni. Az aszpartámot is komolyan illik venni, meg ezt is, de ezt még attól is komolyabban illik venni, mert valami olyan világegyetem ez, ahol nagyon, nagyon gyámoltalanok vagyunk még, és nem tudjuk, hogy mi vár ránk. Az, hogy jó nem, az biztos. Jön a strandszezon, hogyha el kellene dönteni, hogy melyik diétát válasszam, a bőtöt, a kaloriaszámlálást, vagy a keto diétát. Ez csak ezt a hármat lehet? De most ez jutott eszem, okay. Akkor lehet a háromból egyáltalán választani? Hát figyelj, én talán a 2025-ös transzezont mondanám inkább, és hát most a három közül ugye a bőt, hát az zongorázni lehet a különbséget. Tehát van, aki egy napig bőtöl, van, aki egy napon belül 16 órát bőtöl, van, aki nem tudom én, 5 napig, és lébőt, és nyúlbőt, és káposztát, nem tudom, van egy rakott bőt. Vegyük úgy, hogy az épeszű bőtök, azok a maguk módján jók, szerintem napokig nem, egy-két napig igen, illetve ez az a fajta bőtölés, ami most divatba jött nagyon, ez a, nem tudom magyarul, az intermittent fasting, az hogy van? A 16 órásra van. Igen, rossz, időszakos bőt. Szóval az időszakos bőtöt, az például egész jól lehet használni. Nem gondolom, hogy feltétlenül mindenkinek az életforma lesz, de például az a idézőjelben mondom most, az a diéták közé tartozik, amivel úgy hosszú távon el lehet lenni. A ketogén az nem. Ketogén diétáról lejött egy rakat cég, tényleg csökkentette az inzulin szintet, nagyon jó irányba befolyásolta a szervezetet, főleg, hogyha egyébként voltak a szénhidrátok között, mert az sokkal gyakoribb az olyan, ami intoleráns étel, notabene allergén, és ugye az a ketogén diétában nincsen, tehát ott gabonákat se eszünk, meg gyümölcsöket sem nagyon eszünk, mert szénhidrátartalmányokat nem, és jól reagáltak, átmenetileg én azt se tartom egy Isten ellen való véteknek, hogy valaki belebonyolódik, de ott aztán nagyon hangsúlyozom, hogy szakemberrel. És az időszakos bőt is jobb egyébként, hogyha kontrollált. Nem, tényleg nem lehet a mérlegen megállapítani, hogy valaki jó irányba halad-e. Azt laborból lehet leginkább megállapítani, meg testösszetétel vizsgálatból. És a fürdőszoba mérleg testösszetétel vizsgálata az nem. De mi történik éjszaka a szervezetünkkel, hogy reggel könnyebbek vagyunk, mint este? Hát az, amit ugye zsírégetésnek szoktunk mondani, azt nem tudom ki mennyire veszi komolyan, mert lánggal nem ég a zsír, de azért ég a zsír, megint egy klasszikust idéztem. Szóval az, amikor elég a zsír, az hadd tegyem már fel, Péter, azt a kérdést, ezt feltettem, talán egy páciens sem találta el, hol távozik a zsír a szervezetből? Szerinted? Mindjárt elmondom neked. Lehet, hogy te leszel a második. Hát szerintem a széklettel biztosan távozik. Érdekes módon az izzadság sem simán, az is egy kicsit zsíros, nedves,
Szóval, hogyha most két dolgot kellene mondani, akkor én azt mondanám, hogy székletűzettség. Próbáltam pókerbólogatni, tehát, hogy ne látszanak érzelmek az arcomon. Majdnem. Füst. Pedig neked még bevezetőt is tartottam. Elég a zsír. Tehát az, amikor ég a zsír, az a, minden, ami ég, abból füst lesz. Tehát ha bemegy egy oxigén, meg kimegy egy széndioxid, az azt jelenti, hogy egy szénatomot kivitt magával, az volt a zsír. Egyébként a vizelettel is távozunk, mert a hidrogénből meg víz lesz, amikor elég, szóval távozik azokon a helyeken is, de a nagy része az itt távozik. Igen. És ezt csak azért mondtam, mert hát senki nem hagyja abba a légzést éjszaka, tehát füstöljük el a zsírt szépen, és ilyen mértékben, tehát több tíz dekányival is lehet az ember egy éjszaka könnyebb. Úgyhogy ez a szó klasszikus értelme, csak ez egy szabályozott égés, tehát nem lángolik bennünk a zsír. És annak valóban van jelentőség, hogy 12 órát nem eszem, vagy 16 órát nem eszem? Van. Az a gyomor-bértraktus nyálkahártyájának és a mikrobiomnak a regenerációjához szükséges, és valószínűleg a 12 óra az kevés, tehát hogy több kell. Megint csak egy picit utalok arra, hogy mi lehetett vajon 30-45, nem akarok ilyen paleontológus lenni, meg most kitalálni, hogy hogy élhetett a barlangba valaki, és hogy evette rukkol a sorátát, vagy sem, de feltételezhető az, hogy ott nagyon impulzus evés volt. Tehát ha most kulturálisan elképzelünk egy átlagos barlangot a bükkben, ahol élt egy család, és akkor elment valaki vadászni, akkor hozott 3 antilopot, vagy egyet, és akkor gyorsan megették, aztán 3 napig nem volt semmi, vagy 2. Tehát nagyon sok olyan szakasz volt a történetben, amikor az emberben nem jutott be tápanyag. És most nem akarok ilyen várható élettartamokra nem tudom, utalni, mert nyilván akkor éltek 25 évet, meg 31-et, tehát akkor mind a ketten halottak lennénk abban az időben. Ez az orvostudomány nagyságának köszönhető. Hadd ragadjam meg a soha visszanemtérő alkalmat, hogy mi történt a várható élettartammal, de azt tényleg joggal feltételezzük, nem kell paleontológián végezni, hogy impulzus evés volt. Nem tartották ott a barlangba az egyik kis hűtőbe, vagy az egyik kis fülkébe, és akkor mindig elővettek kaját. Volt, aztán nem volt, és ezek az éhezéses periódusok, ezek, ahogy az evolúcióban szokott lenni, azok a természetes működéseink. De akkor azt mondod, hogy az enyhén alultápláltság az egészséges? Az alultápláltság az nem jó szó itt, mert ugye az azt jelenti, hogy valamiből hiány van. Tehát vagy energiából, vagy fehérjéből, vagy C-vitaminból, vagy kalciumból. Nem az enyhén alultápláltság, hanem az olyan jellegű, és hogy tudjuk modellezni az impulzus étkezéset? Most nem úgy tudjuk modellezni, hogy kedden eszünk, nem tudom én, mamutot, aztán meg péntekig semmi, és akkor meg elmegyünk, és eszünk valamit még, hanem így napon belül ezt viszonylag jól le lehet képezni, és van egy időszak, amíg eszünk, utána van egy időszak. A szónak a szoros értelmében békén hagyjuk. És egyébként nem csak a beleket, meg a bélnyálkahártyát, meg a mikrobiomot, olyankor békén hagyjuk a hasnyálmirigyünket is, szerencsétlen. Te azt hiszem, volt egy olyan statisztika, már nem emlékszem pontosan, hogy 1901 és 2001 között megszázszorozódott a finomított cukorfogyasztás. Ezzel a hasnyálmirigynek kéne leginkább dolgozni, meg a májnak. Most gondolj bele, holnaptól kezdve, nem tudom, azt mondjuk, hogy fölvisszük 9-szeresére a kálciumfogyasztásukat, vagy nem tudom, 43-szorosára a zsírfogyasztás, vagy bármi. Tehát annyira nem oké ez a brutál mértékű növekedés, és ezzel nem is tudtam nagyon mit kezdeni a szervezet. A legvégén most azért összegezzük, hogy ha az a kérdés, hogy mennyi alkoholt fogyasztatunk egy nap, akkor mi az, ami belefér? Ez nulla, vagy például egy deci bor beleférhet, egy deci vörösbor, egy deci fehérbor, egy pohár sör, vagy hol ennek a határa? Én annyiban cizellálnám ezt, hogy a jelenlegi ajánlások ezen a téren már odafajultak, mint a ciginél, hogy inkább nem. Tehát nincs olyan kismérték, ami jót tenne. Tehát inkább semmi. De én ez az ajánlás, most jövök én mindjárt. Tehát tőlem lehet azt mondani, hogy akkor innentől kezdve mindenki kiüríti a borait, a söreit, bezárjuk a bárokat, és nem tudom én, csak paradicsomleven meg harmat vízen élünk. De ez kulturálisan is nehéz elképzelni szerintem. És visszatérve egy pillanatra ezekre a bizonyos kék zónákra, amit az előbb emlegettünk, hogy Okinawa meg Ikária meg ezek a szigetek, ott isznak.
És tudod, mi az érdekes, Péter? Az, hogy tehát a naponta ivást az korrigálni nem kell naponta. Tehát azt szerintem nem jó, hogy feltétlenül naponta az ember iszik, és akkor kiméri, hogy 1,3 decit olvasott a netten, és akkor azt megissza, mert az még jó. De nem kell naponta inni. Szerintem alkalmanként kis mennyiség, és ez a kis mennyiség az az egy pohár valami, amit most szokásosan egyébként megszoktunk inni valamilyen italból, a simán belefér, és van egy nagyon érdekes vetület, hogy azt nem soroltam, arra nem volt idő, hogy ezekben a kék zónákban, ahol isznak, ott majdnem mindig szociális tevékenység az ivás. Tehát nincs ilyen magányos, ez a hazamegyek, bedobok egy feles, vagy leülök a tévé elé, és akkor elsörözgetek a BL döntőn, hanem a család úgy együtt. És nekem ez az oldal, szerintem majd valaki ezt is igazolni fogja, és biokémiai hátteret fog mögé tenni, hogy az a szorongásoldás, kortizol szintcsökkentés, feszültségoldás, nem tudom én, stresszoldás, akárhogy is nevezzük, a sokkal nagyobb erény, és sokkal pozitívabb, mint az, hogy most nem tudom én, lement egy pohár bor, és akkor csinált valamit nem tudom én, a nyálkahártyával, vagy az ott lévő nyálkréteggel, és akkor... Szóval ez nem... Ez nekem egy kicsit olyan megközelítés, ez a ne ígyunk nullát, mintha ne menjünk el sportolni, mert izomlázunk van tőle, vagy ne menjünk ki, mert megizzadunk. Nem, attól még, hogy ki tudunk szúrni egyetlen egy olyan momentumot, ami negatívnak tűnik, attól még a nagy kép, az szerintem nem ilyen egyszerű, hogy akkor holnaptól. Én nem ezen a, nem iszok soha többet semmit, állásponton vagyok. A régi ajánlás szerint úgy reggeliz, mint egy király, úgy ebédel, mint egy polgár, úgy vacsoráz, mint egy koldus. Ez még áll? Nem. Rövid választ. Oké, akkor mi a helyes ajánlás most a táplálkozás tekintetében? Van egy evidencia, az evidencia az orvoslásban az a mindent visz. Tehát az oda-vissza bizonyították. Ez sem Istentől való szózat, tehát ezek is szoktak azért megdőlni, de most 3-5, tehát most jelenlegi állapotban 3-5, túlsúlyosoknak, diabéteseseknek, és akkor vegyük úgy, hogy most a társadalomnak a nagyon nagy százalékát ide soroltuk, hát Magyarországon is már. De még áll a 3 kaja, tehát a reggeli ebéd vacsora az még mindig áll? Nem feltétlenül kell ezt így nevezni, ha a reggelit úgy értjük, hogy az első étkezés, az ebéd, meg a fő, azt én nagyon-nagyon üzenem azt gyakorlatból, hogy legyen egy normál étkezés, tehát ami pszichésen is, meg gasztronómiailag is, meg élettanulmilag is normál, tehát eszünk egy normálisat. Tehát de az fontos, legyen... hogyha eszünk egy normálisat, akkor az főtt étel legyen? Nem. Tehát ez megint csak a barlangra utalom. Persze, nagyon dobott az emberiségen, amikor elkezdtek megsütni és beleesett a tűzbe, mert sokkal könnyebben emészthető, sokkal jobban eltárolható, szóval a nyers húst megenni, meg tárolni nem lehetett, ezt meg igen. Tehát nem ellene vagyok a főtételnek, hanem nem gondolom azt, hogy az elkerülhetetlen, és aki nem eszik, az a baj van. Tehát tényleg voltak ilyen elvek, egy gyerekkoromban még ez a napi egy főtétet meg kell lenni, hát ezt annyi szóval. Igen, az így volt, de hogyha belegondolsz a bicsérdistákba, ők meg bogyókat ettek. Mivel? Bicsérdisták. Nem hallottál még róluk? Bicsérdisták? Bicsérdisták. Nem én. Bogyókat volt ettek? Egy bicsérdi nevű, és igen, és annak a képviselő annak idején a Vitrainak adott egy interjút, aki mondta, hogy ő bicsérdista, és hogy ő 100 nem tudom hány évig fog élni, akkor volt 70-valahány éves. Aha. De talán már 80 is, és mondta, hogy ő nyers táplálékokat fogyaszt csak, nyers zöldséget, nyers gyümölcsöket, semmi mást. És képzeld, hogy utána a Vitrainek volt egy áttekintő műsora, egy ilyen visszatekintő műsora, és mondta, hogy hát János bácsi az interjút követően 3 év múlva meghalt, de az igazsághoz hozzátartozik, hogy nem tudom, 82 éves volt, és a cseresznyefára mászott fel, és leesett. Igen. Szóval itt is, és hogyha a barlangra utaltál, tehát ők is azt mondták, hogy nyers zöldség, nyers. Hát igen, ezt próbálják meg úgy megfejteni, hogy nem az volt a kulcsos bogyókat, hanem hogy nyerseket ettek. El lehet élni csak növényen, hát milliók, sőt milliárdok élnek csak növényen. Most valaki kijelöl ilyen térfogat alapján valamilyen növényt, hát lelke rajta, tehát bogyók, az már mindegy is. Tehát napi egy normális étkezés legyen, az a fontos. Én ezt... Ha a normálist úgy nézzük, hogy összetételében életlenül jó legyen, vagy táplálkozási, akkor napi 3-4-5 normális étkezés legyen, de az olyan jellegűt, amikor az ember azt érzi,
hogy kellemeset étkezett, és nem idáig van, hanem csak úgy jól lakott. Ugye Svájcban van ez az elterjedt ilyen kulturális attitűd, hogy ott 90%-ra illik jól lakni. Ezt nem tudom, hogy mérik magukba, de hogy nem illik nagyon jól lakni, szerintem inkább úgy érték, hogy nem illik túlzabálni magukat. Legyen, nekem ez nagyon, nagyon bejött így a páciensemnél, hogy legalább naponta egyszer, és ezt ha lehetok az ebéd, az nagyon jól szokott működni. Hogy az ember azt érzi, hogy evett, hogy jól lakott. Nem lehet sokáig pszichésen bírni, az ember soha nem érez jól lakottság érzést. A többi étkezés, hogy most még kettőt csak mellé, vagy hármat, nekem van olyan páciensem, ennek a testsúlya, mert ugye nyilván most ha utaljak a fogyókúrá, akkor kezdett lefele menni, hogy elkezdett nyolcszor enni. Tehát másfél óránként valami ilyen kicsit evett. Meg van olyan is, aki kétszer eszik, és meg sem mozdult, és tök véletlenül jöttünk rá neki. Tehát a táplálkozásnak a száma, a darabszáma, a napi darabszáma, az kardinális jelentőség, az sokkal fontosabb, mint hogy most gondoljuk. Na, de ez nagyon egyéni. Nem az 1 és a 100 között mozdulunk, mint a nem tudom, Celsius skálán, hanem az a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tehát valamilyen régióban, de azt azért nagyon meg kell érezni. Erre se labor, se hasi útrahang, se semmi nincsen, ezt úgy az embernek saját magának ki kell tapasztalnia. És amit még nagyon hangsúlyozok, hogy a fogyás az elején mondtam, az nem az, amit a mérleg mutat, az a súlycsökkenés. A súlycsökkenés az fogyásból és lepusztulásból áll, amiben sok a lepusztulás, az megtarthatatlan. Lepusztulás az, amikor veszted az izmodat, a vizedet, a csontodat, te nem tudom micsoda. Ezt mutatja a mérleg, ennek a kettőnek az eredőjét. De az alapján nem lehet eldönteni, hogy ebből hány százalék a fogyás és hány százalék a lepusztulás. Tehát ehhez azért tényleg kell szakember. Ugyanilyen jelleggel alapdefiníció nem az az étkezés, ami késsel, villával, tányéron, vagy legalább ekkora. Nem. Étkezés az, aminek íze van, és hozzáér a nyelvünkhöz. Ezt azért hangsúlyozom nagyon, mint ahogy szóba hoztuk az édesítő szereknél, hogy elindítanak bizonyos folyamatokat. Tényleg nem számol az emberi szervezet. Se kalóriát, se glükóz molekulát, se alfa-liponsav molekulát. Nem. Ízeket érez, meg térfogatokat, meg hőmérsékleteket itt. Ez alapján dönti el, hogy milyen sebességgel mozogjon a bél, milyen emésztőenzimek kellenek, mi az, amire leér a gyomorba, már felkészít. Ez alapján megy az egész folyamat. Nem illik, és ez azért mondtam így, nem illik, nem tudom, orba-szájba rángózni egész nap, nem illik, ezt még megkóstolom meg azt, és akkor kiderül, egyszer még egy rádió műsorban kértük meg a kedves hallgatókat, hogyha így nézik, hogy evés az, aminek íze van és hozzáér a nyelvéhez, akkor hányszor esztek egy nap? Tudod, mi volt az átlag, Péter? 13. Ezután nem reprezentatív futás, 13-szor esznek. Ezzel szemben az előbb mondtam a 2, 3, 4, 5-öt. Tehát amikor eszünk, mondjuk, nevezzük reggelinek, a nap első étkezése valamikor, utána víz. Annak nincs íze, az hozzáérhet. Aztán jön a következő, aztán víz. Tehát nem ez a rákcsángatunk, kirakjuk oda, snack, ez nagyon egészséges, mert nem tudom én, ökobio, natur, organikus chipsecske, és az jaj, de jó, és akkor szervezgetünk, nem. Eszünk, nem eszünk. Tamás, nagyon szépen köszönöm, órákig tudnám még folytatni az egyik kedvenc témám, mert hogy még egyszer mondom, hogy permanens diétázó vagyok. Nem mondom azt, hogy nem fogunk erre valamikor visszatérni. Most köszönöm szépen nektek pedig a figyelmet, ha nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel a csatornára. Jövő héten pénteken ismét frisbivel jövünk, addig is minden jót.